Ön szerint lesz a botrányamból Schneider Tamást a Jobbik országgyűlés alelnökének jelölte, és jelent az problémát, nemzetbiztonsági kockázatot, hogy egy volt skinhead vezér az országgyűlés alelnöke? A Schneider Tamást az MSZP és az LMP is jelölte, tehát ennek megfelelően fognak gondolom viselkedni, hiszen úgy tudom, hogy a tegnapi megállapodást valamennyi párt aláírta, és ez a megállapodás tartalmazza Schneider Tamás jelölésétekében a frakciók közös jelöltjének tekinthető, ugyanúgy a szocialisták is jelölték. És önnek, mint volt országgyűlési képviselőnek, jelentene egy problémát, ha most kéne szavaznia, hogy megszavazza Schneider Tamás jelölését? Hát én azt gondolom, hogy a pártok delegáltjainak, jelöltjeinek a megítélése az a pártok frakcióvezetőinek a feladata, az ő felelőssége is, és ennek a felelősségnek a tudatában tették, gondolom, ezt a javaslatot. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt minősítsem. Ez Vona Gábor döntése volt, illetve a többi frakciónak pedig a jelölése, valamennyinek egyébként, azt hangsúlyozom.